Sziasztok! Itt a hétvége! Ez az! Remélem a Weekly Fixnek is legalább annyira örültök, mint ennek a ténynek. Már csak azért is, mert a mai adásban az új Battlefieldből kiszivároghatott képekről, a Joker tervezett folytatásáról és az újra tervezett PS5-ről is csacsogunk. Csapassuk! Március közepén landolt az Igazság Ligája rendezői változata az HBO Max-en és az HBO Go-n, és ugyan nagyon sokan kattintottak rá, a statisztikák szerint csak a nézők harmada nézte végig a filmet. Most az is kiderült, hogy a legtöbben hol hagyták abba. A statisztikát készítő Samba TV szerint a nézők 39%-a jutott el a több mint 4 órás Zack Snyder az Igazság Ligája végéig, és a legtöbben 3 óra 17 percnél kapcsolták ki a filmet, ami azért is érdekes, mert itt pont az a jelenet látható, melyben Superman felkerekedik, hogy elpáholja Steppenwolfot, tehát a nézők jelentős részének pont a végső, mindent eldöntő csata közepén lett elege a filmből. 4 órát végigülni nem kis kihívás, és az elemzők szerint a nézők csak ideiglenesen tehették félre a filmet, amihez aztán elfelejtettek később visszatérni. Nem mintha az HBO-t birtokló AT&T-nek oka lenne a panaszra, ugyanis az elmúlt időszakban az HBO Max 2,7 millió új előfizetővel gyarapodott, Snyder DC univerzumát pedig egyébként se akarják folytatni. Az Epic Games az Apple üzleti szabályzatát megszegve szeretett volna több pénzt keresni a Fortnite mikrotranzakcióival, mire válaszként a Battle Royale játékot kitiltották az iOS eszközökről. A héten megindult a két cég nyilvános pere, aminek során elképesztő iparági titkokról hullott le a lepel. Kiderült például, hogy csak a Fortnite több mint 9 milliárd dollárt hozott az Epicnek 2018 és 2019 során. Erre a pénzre azonban nagy szüksége volt a cégnek, amely elképesztő összegeket költ az Epic Games Store felfuttatására. Az online bolt indulásának első 9 hónapja során csak az ingyen osztogatott játékokra 11,6 millió dollárt költöttek, az exkluzív játékokra, melyek az Epic boltjában jelennek meg, pedig még többet, hiszen csak a Borderlands 3-ért 146 millió dollárt pengett. Ki. Ugyanakkor nem csak az Epic titkai láttak napvilágot, hanem a tárgyalás során bizonyítékként benyújtott dokumentumokból kiderült, hogy a Microsoft az Xbox konzolok eladásából még soha nem termelt profitot, hogy a Sony pénzt kér a crossplay támogatásáért, hogy megvédje a PS Network bevételeit, és az is, hogy az Epic Games Store gyatra biztonsági megoldásai miatt a The Division 2 rajtjakor a felhasználók több mint 70%-a csaló volt, ezért került le a játék egy időre az online boltból. További részletekért és az új fejleményekért kövessétek az oldalunkat, ahol minden fontos történésről beszámolunk. Új változat készül a Pengéből és a Supermanből is, ráadásul ez utóbbi ezúttal fekete lesz, és most úgy tűnik a stúdiók mindkét projekt élére afroamerikai rendezőt keresnek. Az már egy ideje köztudott, hogy új feldolgozás készül a Pengéből, méghozzá Mahershala Ali főszereplésével és az MCU részeként. A film forgatása legkorábban jövő júniusban kezdődhet el, ugyanis a forgatókönyvön még dolgozni kell, közben a Marvel elkezdett rendezőt keresni a projekthez, és úgy tűnik ugyanarról a listáról szemezgetnek, mint a Warner a saját acélember filmjéhez, a stúdió pedig a Benfentesek szerint eltökélt abban, hogy az első fekete Superman kalandjait egy fekete rendező vezényelje le. A THR be is dobott néhány tippet. Többek között a Creed 2 dirigáló Stephen Caple Jr. vagy a One Night in Miami-val díja közelébe kerülő Regina King nevét, de még semmi nem eldöntött. A cikkből viszont az is kiderül, hogy a fekete Superman sztoria önálló lesz, és nem kapcsolódik a DC moziverzum olyan készülő filmjeihez, mint a The Flash vagy az Aquaman 2. És most lássunk néhány villámhírt, no meg nézzünk körül az IGN Shopban is. Hiába jelezte azt Joaquin Phoenix, hogy nevetséges lenne csak azért folytatni a Jokert, mert az első rész sikeres volt, a Warner még mindig nem tett le arról, hogy tovább szőjék Arthur Fleck történetét, és ezt egy nemrég kiadott sajtóközleményben is megerősítették. Egyedülálló e-sport aloldal indult a Tipmix Pro felületén, ahol a fogadást megelőzően jobban megismerhetitek a videójátékos bajnokságokat és a csapatokat, valamint exkluzív és naprakész információkat kaphattok a virtuális sportok világáról. A Sólyom és a Tél katonája egyik írója elárulta, hogy eljátszottak a gondolattal, hogy Sam Wilson képes legyen beszélni a madarakkal, de aztán végül elvetették az ötletet. De azért lehet, hogy az Amerika kapitány 4 kapcsán újra előveszik. Úgy tűnik, hogy hamarosan a legendás akcióhős John Rambo teszi tiszteletét a Call of Duty Warzone-ban, ugyanis a fejlesztők egy kicsit sem sejtelmes Twitter üzenetben utaltak a figura feltűnésére. Ami pedig az IGN Shopot illeti, természetesen most is megéri felnézni rá, ugyanis most akciósan kínáljuk a Trónokharca termékeinket a sorozat indulásának 10. évfordulója alkalmából. Kocincsatok rá egyet ti is, mondjuk ilyen nagyon vagány Stark bögrével.
Bár még csak pár hónapja jelent meg a PlayStation 5, a legfrissebb hírek szerint a következő évben már egy megváltoztatott modell kerül a gyártósorokra, igaz, érthető okokból. A Digitimes szellőztette meg, hogy értesüléseik szerint 2022 harmadik és negyedik negyedévétől fogva újra tervezett PS5 modellgyártásába fog a Sony, méghozzá azért, hogy mérsékelje a konzol készlethiányát. Az új változaton jelentős külső átalakítást nem terveznek, a belső komponensek esetében viszont igen. A legfontosabb változtatás úgy tűnik az lesz, hogy a PS5 jelenlegi processzorát, a 7 nanométeres, 8 magos AMD Zen 2 CPU-t egy 6 nanométeres, egyedi kialakítású vezérlőegységre cserélik, így próbálva meg kikerülni a kevés legyártott félvezető okozta készlethiányt. A Sony még nem erősítette meg hivatalosan a dolgot, de a megoldás kézenfekvő lenne, pláne hogy minden probléma ellenére már 7,8 millió PS5 talált gazdára, vagyis egyelőre jobban fogy, mint a PS4 hasonló időszakában. Skarlát boszorkányt legközelebb a Doctor Strange folytatásában láthatjuk, és Kevin Feige most bevallotta, hogy egy darabig úgy volt, hogy a Doki a WandaVisionben is feltűnik, ám végül kiírták a sorozatból. Feige a Rolling Stone-nak adott interjújában arról beszélt, hogy a változtatás miatt nem csupán a sorozat, de a Doctor Strange 2 forgatókönyvét is át kellett írni, sőt a WandaVisionben látható fura reklámok eredetileg a Doki üzenetei lettek volna, mellyel azt próbálja tudatni Wandával, hogy amit átél, az nem a valóság. És lehet, hogy király lett volna, ha Strange befigyel a sorozat fináléjában, még Benedict Cumberbatch-el is egyeztettek erről, de nem akarták, hogy a WandaVision csak egy következő film felvezetésének hasson, mint ahogy az sem, hogy Feige-t idézve megjelenjen egy fehér fickó, aki azt mondja, hadd mutassam meg neked, hogyan működik az erőd. Az EA jelezte, hogy hamarosan leleplezik a Battlefield sorozat új felvonását, ám a nagy bejelentés előtt képek szivárogtak ki a játékból, amik izgalmas dolgokról árulkodnak. Az előző két epizód a két nagy világháborúban játszódott, az új Battlefield azonban úgy tűnik, hogy visszatér a modern hadviseléshez. A képeket egy Tom Henderson nevű szivárogtató tette közzé, amik valószínűleg az első előzetesből származnak. Henderson infói szerint nem lesz számozás az új epizódnak, szimplán Battlefield címmel fog megjelenni idén ősszel, és nagyjából 10 évvel a jövőben játszódik majd. Ilyen módon felismerhető, de továbbfejlesztett mai fegyverekre és harci járművekre számíthatunk benne, lesz grandiózus multi, illetve a Call of Duty perk rendszeréhez hasonló megoldással felvértezett ingyenes Battle Royale mód is. A kampány pedig rendhagyónak ígérkezik, hiszen választhatunk majd, hogy az amerikaiak vagy az oroszok oldalán szállunk harcba. Részünkről alig várjuk a hivatalos bejelentést. Ennyi volt a Weekly mára, én megköszönöm a figyelmeteket, de persze ne felejtsétek el megnézni a csatornánkon a Resident Evil Village tesztünket, meg azt a videónkat, amiben eláruljuk, hogy hogyan lehet pénzköltés nélkül ütőképes fut csapatot összeállítani a FIFA 21-ben. A jövő héten újra találkozunk, addig is diétás kebab!